Ebben a nehéz órában, melynél vészterhesebb, tám még nem volt honunk történetében. Országaink minden polgárának küldöm ezt az üzenetet. Éljenek bár itthon, vagy a tengeren túl. Szívem legmélyéből szólok valamennyiükhöz. Egytől egyig. Fogadják szavaimat úgy, mintha otthonukban lépnék, és úgy beszélnék önökhöz, személyesen. Többünk életében, idestova másodízben, ismét háborúban állunk. Megkíséreltük újból és újból, hogy békés megoldásra jutva elkerüljük a fenyegető ellentéteket, melyek köztünk és azok közt feszülnek, akik immár az ellenségeink. Ám hiába való volt minden erőfeszítés. Ahhoz pedig, hogy megvédhessük mindazt, ami nekünk kedves, és hogy megőrizzük a világrendjét és nyugalmát, nem dacolhatunk tovább. Szembe kell néznünk kihívóinkkal, és vállalnunk kell a harcot. Ez hát az a magasztos cél, mely arra késztet, hogy honfitársaimhoz forduljak itthon és túl a tengeren. Mindazokhoz, akik úgy érzik, közös az ügyünk. Arra kérem őket, hogy őrizzék meg józanságukat, erősítsék meg lelküket, és tartsanak össze mindenek fölött. Most, mikor így nehéz próbatétel előtt állunk, keserves lesz a feladat. Meg lehet, hogy vigasztalan napok várnak ránk, és a háború sem csak a harctéren zajlik majd. Ám azt tehetjük csupán, ami helyes, és csak is úgy, ahogy mi azt helyesnek tartjuk. Miközben ügyünket és sorsunkat alázatos szívvel az Úr oltalma alá helyezzük. Ha pedig egytől egyig valamennyien eltökéltek maradunk, és kitartunk közös célunk mellett. Bármi nehéz szolgálatot vagy áldozatot követeljen is tőlünk a harc, Isten segítségével miénk lesz a győzelem. Ezzel a BBC rádió adása véget ér.